Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, igyekszem eleget tenni az előbbi kérésének, nem vállalok rá garanciát, ugyanis anélkül, hogy minősíteném azt az egyperces néma felállást, amit önök megtettek. Önök egy orosz állampolgáról megemlékeztek ma. Van magyar állampolgár is, aki harcosan kiállt a demokrácia eszméje mellett. Ő Nagy László, akinek az az ember kilövette a szemét, majd nem csak a szeme világát veszítette el ez a demokráciáért kiálló ember, hanem a munkáját, a családját, az élete is tönkrement, majd 2022-ben meghalt. Az ő emlékére nem álltak föl egy percre, és ezt én szégyellem. Ami az előbbi felszólásokat illeti, azon tűnődtünk az elmúlt jó néhány percben, itt többet magunkban, hogy azért önöknek van bőre az arcukon, az biztos. Serpenyő gyártó cégek a könyörögnek a technológiáért, az ma biztos vagyok. Ugyanis, tisztelt képviselők, elmondom önöknek, hogy mi az, amit önök sosem tartottak fontosnak. 2021-ben volt nekünk egy pedofil ellenes és gyermekvédelmi törvényünk, ebben döntöttünk arról, hogy a súlyos, minősített esetű pedofil bűncselekmények ne évüljenek el. Ezt önök nem támadták meg, vagy nem támogatták. Nem támogatták. Elnök úr, a horda nem nyugszik, elnézést kérek csak. Másrészt a megítélés a... Tisztelt képviselőtársak, önök 2021-ben azt sem támogatták, hogy essen egy megítélés alá a pedofil bűncselekmények súlyosabb esetei, essenek egy megítélés alá az emberüléssel. Azt sem szavazták meg, hogy ne dolgozhassanak gyermekek közelében újra a pedofil bűnelkövetők. Önöknek ez nem volt fontos. Azt sem szavazták meg, hogy kereshető legyen a magyar pedofil nyilvántartás. Ezt sem szavazták meg. Mindet ellenezték. Úgy, ahogy a népszavazás, a gyermekvédelmi népszavazás ellen is hergeltek. De nem új keletű, ez nem 2021-ben kezdődött, képviselőtársak. Ez 2016-ban már létezett, sőt 2013-ban. Önök 2013-ban nem szavazták meg azt, hogy akik gyermekek sérelmére követnek el súlyos bűncselekményeket, azok ne végezhessenek a gyermekek felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet. A gyermekbarát igazságszolgáltatásra vonatkozó javaslatot sem szavazták meg, és 2016-ban sem szavazták meg a gyermekvédelmire jelzőrendszer kialakítására vonatkozó javaslatot. Sőt, azt sem szavazták meg, hogy megtiltsuk a kiskorúak esetében az ellátás, a háziorvosi ellátás visszautasítását. Köteles mindenki gyermekeket ellátni. Önöknek nem volt fontos, 13-ban, 16-ban és 21-ben sem. De ami a vádakat illeti, tisztelt képviselőtársak, nagyvonalúan elhallgatják, hogy a bicskei gyermekotthon igazgatóját 1990-ben Demszky Gáborék nevezték ki, és 20 évig élvezte a bizalmukat. Négyszer erősítették meg a tisztségében a balliberális városvezetők is. Önök most Tarlós István oznak. Tarlós István főpolgármesterségének utolsó időszakában kezdeményezte minden kitüntetésének a visszavonását, annak a kitüntetésnek, amelyet Karácsony Gergely is megszavazott, hiszen a döntés pillanatában, ne legyünk szűklátókörűek, nem tudta senki, hogy az az ember milyen életet él. De ez az ön emberük volt, önök embere volt 20 évig. Mindezzel együtt még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Novák Katalin és Varga Judit vállalták a tetteik következményét. Vállalták, azért nem ülnek most itt. Nyugalom, elvtársak, még nincs vége. Most jön a nehéz rész. De ki az, aki nem vállalja a tetteinek a következményét? Az a Varjú László, aki most kalimpál, aki félrebeszél, azt mondja, hogy őt dulakodásért ítélték el. Nem, őt választási csalásért ítélték el, mert azt mondta Horváth Imrének, hogy majd okosban elrendezik a pénzügyeket, a választási visszalépést. Ő egy bűnöző Varjú Eszter. Az a helyzet, Varjú Eszter.
Nem fogjuk tudni önt megkímélni attól, hogy folyamatosan szembesítsük, hogy itt van Fekete Győr András, aki hát füstgránáthajításka történt, hogy igazán momentumos legyek. Az a helyzet, hogy hivatalos személy elleni erőszakot követett el. Képviselő úr, önök mikor látják már be végre, hogy a tetteknek van következményük? Az önök vezére vezette be a baloldalon, hogy semminek nincs következménye. Miért várjuk el, hogy Varjú lemondjon, mikor a főnöke sokkal nagyobb súlyokért sem mond, vagy bűnökért sem mondott le? Szégyeljük magukat!